Sziasztok, ez egy újabb műhelytitok videó. A korábbiban arról beszéltem, hogy hogyan is automatizáltam a hírszerkesztési munkámnak a nagy részét. Ugye annak idején abból indultam ki, hogy a telefonom lefagyott a rengeteg reklámtól, ezért egy proxis megoldást, RSS olvasót, valamit úgy összemókusoltam, de aztán rájöttem, hogy az nagyon jó hírszerkeszteni is. És tovább fejlesztettem. Most azok kedvéért, akik nem nézik meg a korábbi videót. Ez egy kontrollpanelem a csillagtúrán. Itt jelzi nekem, hogy az adott dolgokban, amik engem érdekelnek, például asztrofotó. Van három hozzászólás. Európai Uniós hírek, RSS-ek, ugye? Van két új hírem, amit még nem olvastam. Science Daily megjelent egy új cikk. Nemzetközi hírforrásokban van a 114 olvasatlan cikkem. Ez pedig a hajónapló, ugye a rádióból néztem a híreket. Onnan dolgoztam. Na most, ami minket érdekel ebből a szempontból, ugye, az az, hogy hogyan szerkeztem a híreket, és hogyan fogtam a számítógépet munkára magam helyett. Tehát egyfelől adott a crawler. Ez a crawler összegyűjti a híreket, több RSS forrást megadtam neki, illetve próbálja a cikkekből kihalászni az érdekes tartalmakat. Ezeket nem jeleníti meg sehol, tehát a copyright miatt aggódók emiatt ne aggódjanak, de így kerülöm el azt, hogy felesleges forgalmat generáljak. Tehát engem az érdekel, hogyha valahol megjelent egy érdekes tartalom, akkor oda fölmegyek. Ugye? Guardian, BBC, Guardian. Ezeket a híreket én úgy tekintem, mintha termékek volnának egy képzeletbeli webshopban. Ugye a különböző kirakatok, azok a különböző hírforrások. Különböző csatornák, ha úgy tetszik. Itt a terminológia azért majdnem mindegy, mert így, ahogy én elképzeltem, ez leginkább egy webshophoz hasonlít, de azért a hírszerkesztés és a webshop között van némi különbség. Na most, fogjuk meg ezt a hírt, és tegyük be egy új kosárba. Létrehozok egy teszt. 2016, 7. hó, nem lok. 2016, 7. hó 25-e kosarat. Oké. És akkor ezt most beteszem a kosárba. Ezen a felületen még ugye rengeteget lehetne dolgozni, de hát kutyafüle. Egyedüli felhasználóként ezt nem viszem túlzásba. Na de ezt a felületet már körbejártam a korábbi videóban. Tehát van a crawler, önti a híreket, a különböző csatornákat tudom nézegetni. Nem ez az érdekes. Ez az érdekes, ahol a kosárnak a tartalmát szerkeszthetem. Ugye itt van a hír, amit az előbb bejelöltem. És hoppá, van még deviza árfolyamom és időjárás előrejelzésem. Ezeket egy-egy cikkben korábban már körbejártam. Teljesen emberi beavatkozás nélkül generálja a program. Az yr.no norvég oldal előrejelzéséből, egy RSS-ből. Ezt pedig a Nemzeti Bank RSS-éből. Egy valamire való hír összefoglalóban ugye van deviza árfolyam. És van időjárás előrejelzés, úgyhogy ezt a program automatikusan hozzáadja a kosaramhoz. Ugye úgy tekinti, hogy a kosár az egy hír összefoglaló. Van olyan, amikor ez nem így van, de hát ettől most eltekintünk. Fel tudja becsülni, hogy mennyi idő nekem ezt bemondani. Ha például most én ezt a kettőt nem veszem, akkor jelöli, hogy teljes beszélt idő, ezt egy mintaszöveg alapján a szótagok számából felbecsüli, feltéve, hogy magyar a szöveg, hogy kb. Mennyi idő volna kimondanom, de amit bejelöltem nyomtatásra, ugye ez az egy hír, az kb. 35 másodperc. Hát ebben nem biztos, hogy pont egyetértek, de lehet, hogy magyarul tényleg ennyi volna, angolul egy kicsit más. De ez magyar szövegre van kitalálva, most példakedvéért van itt egy angol. Ugye, itt van aztán a feed, a folyam. Hát itt aztán minden itt van, a román és a magyar hírek.
Például ez egy egész jó. Na lássuk, hogy milyen hírt pakolok most be. Egy olyan hír érdekelne, amiben vannak szaftos román kifejezések. Hát mondjuk nézzük ezt egyszer kosárba. Ugye a román híreket le kell fordítanom kosárba. Közben a program a háttérben dolgozik. Módosítja a kosaramat, jelzi, hogy hoppá, bejött három új hír, az majd itt a feednek a tetejére kerül, mindjárt megnyomom a gombot. Dolgoznak a korrupció ellenes ügyészek, hála Istennek. A egyetemről. Itt ugye a témákat nagyjából fölismeri a kulcsszavak alapján, és egymáshoz rántja azokat a híreket, amik rímelnek egymással. Na, itt a három új hír. Ja, sajnos terrorizmus meg egyebek. No. Jól van. És akkor ugye a workflow-ban az következik, hogy a megválogatott román híreket elkezdem lefordítani. No, nézzük, hogy mi az, amit a korábbi videóhoz képest hozzáírtam. Egyszer ugye, ami rendkívül idegesítő, mikor gépelek egy magyar billentyűzettel egy szöveget, akkor nem akarok billentyűzetet váltani egy román, például most a kormányfő neve jut eszembe, Dacian Csolos kedvéért. És mégis ott van az S. Mert ha azt gépelem, hogy SXX, vagy TXX, vagy AXX, AYY, akkor ezek AXX megkapják a megfelelő ékezetet. És nem kell kilépnem, nem kell billentyűzet kombinációkkal eltévednem, YZ, úristen. Ez így rendben van. Na de, nézzük meg, hogy azért itt vannak dolgok. Ez az ISU. Hát nézzük, amit tud, magyarítson. Ugye van nekem egy szótáram, az openbabel.rd, ezt mindenkinek ajánlom, hogy használja. Ugye Smurdot, ISU-t azonnal tudta fordítani. Ebben a szövegben csak ezeket, tehát ez nem egy Google Translate. Ez egyszerűen a román intézmény neveket, amiknek van egy eléggé jól bejáratott magyar megfelelője, azokat magyarítja. De képzeljük el, hogy azért van itt még fordítani való, nem tudom mi az a löstör is. Nem akarok egerészni, ezért a szótár az magától működik. Hát erre nincsen találat, úgyhogy kérjük a DEX-ből. Ott van. Pedure tönörösi diásze. Itt megint nem akarok egerészni. Megnyomhatnám ott a csillagos gombot, de nem akarok egerészni, ezért megkérem a programot, hogy használjuk az első találatot. Ekkor beilleszti a találatot, és én tudok gépelni tovább. Vagy abban az esetben, ha azt mondom, hogy díkot, akkor szervezett bűnözés és terrorizmus elleni igazgatóság. Vagy vannak még olyan szaftos nevű intézmények, mint az Elecsisz. Erről azonnal tudja, hogy Romániai Felsőoktatási Minőségbiztosítási Hatóság. Aztán, hogy van a diplomákkal, ezt már csak a plágium elkövetői tudják. Akkor azt mondja, hogy
Igen, itt valószínűleg az van, hogy az X miatt az elsőket keresi. Na de akkor ez a hitelesítőt keresem. Ilyen csak okleveleket. Ez. Egyetemi címeket, okleveleket és izéket. Hoppá. No. Ezt kerestem. Tehát a lényeg az, hogy ha hatékonyan akarok szöveget szerkeszteni, akkor még csak egerész nem se kell. A program, amit tud, fordít helyettem. Megmondja, hogy körülbelül mennyi idő, amit beszéléssel fogok tölteni a mikrofon előtt. És akkor lássunk egy éleset, a ma délutáni híreimet. Gond van százfenesen a szeméttel, Bécs, a Viktor Pontának az írománya és a doktori címe, Törökország, mint EU tag, stb. 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 Na, lássuk akkor, hogy is néz ez ki lapba tördelve. Na, így mehet a nyomtatóba. Mindegyik hírnek van egy fejléce, ezek ugye a cédulává lesznek tépve. Van egy forrása, hogy az ember tudja, hogy honnan van. Van egy kb. Időtartama, hogy tudjak vele ne csak ránézésre úgymond dolgozni. De hogyha nem akarok mindent kinyomtatni, akkor megtehetem azt, hogy megkérem a programot, hogy csak egy hírt nyomtasson, a rendőrök helyett katonák. Kész. Egy hírem van. Na mindezt elküldhetem a kollégáknak egyetlen gombnyomással e-mailben. Mindig belépni, kilépni, hol a jelszó, mint a jelszó. A szerveren van a jelszó, ott nem piszkálja senki. És akkor hírszerkesztés csiribú csiribá. Van hat olvasatlan hírem. Itt vannak a hírek. Na vajon mi ez az ANRP? Hopp! Országos tulajdon visszajuttató hatóság. Ez vajon mi? Regia autonoma administrația patrimoniul protocolului de stat. Tehát nincs olyan, hogy ha valamivel már találkoztam és bevittem egy szótárba, hogy arról ne tudjam legközelebb, hogy eszik-e vagy isszák, hogy a program ne tudja legközelebb róla, hogy eszik-e vagy isszák. És ugye segíts magadon, és az Isten is megsegít. Nem tudom, mi van mostanában a világban, hogy csak ilyen hírek jönnek. Na, van ez a DNA-s hír, amiben vannak ezek a szaftos román rövidítések, meg mindenfélék. Na, magyarítsuk csak. Na, lássuk, miket talál. Itt vannak a magyarított kifejezések. Hát ezek azért segítenek, hogyha hírszerkesztésben van dolgom. Hát ezzel nagyjából megmutattam, amit szerettem volna. Úgyhogy megköszönöm a figyelmet. Remélem élveztétek, én nagyon élveztem. Szerintem így kell kinéznie, vagy minimum így kell kinéznie a 21. században annak a munkának, ami azt előzi meg, hogy a rádióban elhangozzanak a hírek. Sziasztok!